Sziasztok, megint az unalom még mutatott szoba. Meg most megint nagyon termékeim vagyok a YouTube-on. Hát nem tudom meddig, mert picit vissza akarok venni, és akkor megint komolyabb tartalmakat is hozni. Picit át fogom rendezni a szobát, mivel nyáron nem fogok használni konvektort. Így át fogom tolni az ágyat. És picit így az ablak alatt lesz, majd fogjátok látni, megint nagyon nagy kupi van, tehát megint úgy fogjátok látni a szobát, mindig soha, az unalom még mutatott szoba. Na tehát erről beszéltem, hogy megint ugye rendetlenség van. Persze, hiszen most Cserhátból is egy full sok cuccot hoztam. Itt vannak a kabátkáim, most nagyon-nagyon méltatlan állapotban. Csori virágok már hervadnak, kókadnak, viszont itt jön az új élet. Ide hogy mások vannak ültetve, majd kinőnek. Ja. Itt vannak a díszek. A kedvencünk. Kedvenc lepel. A gitártokat is át akarom helyezni, mert annyira csúnyán belelóg a képet. Ja, most dekorálok, tervezek, csinálgatom. Jó, szép idő van kint, annyira szeles van, hogy kint se érezném jól magam. Így meg legalább hasznosan töltöm el ezt az időt, ezt így szívesebben csinálom. De még beköszönök. Na jól van, most úgy érzem magam, mint abban a játékban, amikor így tologatni kell a kis cuccokat, és akkor rublikákba, és akkor egy csiki-csuki van, és akkor össze-vissza tologatod. Mindjárt mutatom, és akkor érteni fogjátok, hogy miről beszélek majd megint. Tehát, mint láthatjátok, itt megbontottam a terepet. Innen kiszedtem a lényeges dolgaimat, és itt van mindenem! Itt van mindenem. Itt van az ágy, amit át kéne teleportálni ide, de szerintem a szekrényt át kell tennem majd oda, amit egyébként nem fogok bánni, csak akkor meg le kell pakolnom onnan. Mire vállalkoztam már megint? Nem baj. Jó lesz ez a szoba, több hely lesz így viszont, mert akkor az ágyhoz jobban hozzáférek, és akkor olyan dolgokat, amiket nem használok napi szinten, bebírom tenni az ágyba. És akkor megint is csomó helyet spóroltam, amikor konkrétan az ágy belseje üres, és csomó mindent be tudnék pakolni, amit igazából akkor tudok majd készíteni, amikor csak akarok, és kevesebbet kell pakolni. Na remélem, hogy sikerülni fog, mert már rendeztem át egyedül a szobámat. Tehát nem szorulok segítségre, csak meg nem is férnétek két embert. Hiába lett volna az, hogy megvárom veled Danit, azt akkor együtt nem fértünk volna el. Tehát, ja. No. Gyermekek, haladunk, nézzétek. Kipatároltam pár cuccot az előszobába, hova mutatok? Oda mutatok, igen, oda. Jó, minden lényeg. Alakulok. Nem tudom mennyi idő alatt, de alakulok. Egyedül mindent. Van egy kis kosz, de hát várható volt, évek óta nem volt eltolva a szekrény. Megint káosz van. Ja. Remélem tudok ezzel motiválni, vagy nagy tudlak titeket ezzel motiválni, hiszen azért ez nem egy piskóta dolog, bár mint mondtam, jó párszor átrendeztem a szobámat. Olyan dolgokat találtam így meg, amiket azt hittem, hogy már rég beszéltettem, vagy eladtam, vagy nem tudom, eltűntek. Megint sokkal jobb lesz a szobámnak a hangulata. Én eleve érzem, hogy szabadulna fel az energiák, tehát így... És hogy... Nem tudom ezt elmondani. De viszont nagyon sok mindent meg fogok válni, tehát így jöttem rá, hogy annyi minden áll itt, és ha... Az évek alatt, amióta megvannak ezek a tárgyak, ha egyszer nem nyúltam hozzá, akkor nem valószínű, hogy 10 év múlva hozzá fogok nyúlni, vagy 1 év múlva. Nagyon sok olyan könyv, cucc, amit igazából elő se vettem, és tök fölöslegesen állna itt. Tehát majd fogok csinálni, vagy egy ilyen birthday-t, vagy valami, nem tudom mit még. Vagy felrakom ingyen elvihetőre, csak azokat általában soha senki nem viszi el. Majd kitalálom a sorsokat még. Igyekszek még tovább pakolni. De hát erőizom. Viszkit iszom. No, mellett közben jött az elképzelés, ötlet úgymond, hogy egy ilyen ellalakban lenne itt a szekrény.
És akkor így a fényből se vesz ki olyan sokat, mert attól még jön benne a fény. Az íróasztalt, azt felhoztam itt egészen az ágynak a sarkáig, majd ezt fogjátok szebben is látni. Na, ugye takarítás közben azért elfáradtam. Anya kitalált nekem ilyen csak rezektetés, vagy nem tudom mi ennek a melyik neve. tanfolyam, amivel szoktuk harmonizálni magunkat, az egyik. Mindig egy reiki tanfolyamhoz is jó, meg ilyen elvileg feltölt energiával. Tudjátok, hogy én azért mindenevő vagyok, tehát ha működik, meg beválik, akkor ugye szívesen csinálom. Gyógyítja a hozzátartozó testrészeket. Oké. Testi és lelki szinten. Oxi. Tudjátok, a misztika.hu weboldalon keresztül tudtok érdeklődni, tájékozódni. Szóval akkor lam... 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 Gyerünk, rezegjünk együtt, lam... Ez a gyökércsakra. Oxi. Lam... Köszi, majd még beköszönök. Yam, ham, shan, Hum, om. om. Ez a korona csakra. Rezegjetek velem, ti is, gyerünk, csináld. Érdemes naponta kétszer, háromszor is ezt megcsinálni. Látjátok, fel vagyok töltődve, pedig azt hittem, hogy nem tudtam, hogy fog működni, és nem tudtam, hogy ennyire fog. Mindegy. Nem találtam, amit most tényleg hullafáradt voltam. A ham tetszett neki a legjobban. Ja. A torok csakrának a mantrája. Igen. Hú, nem mondja el mindent, mert hogy nincs vesztességében, nem látják át, akkor felesleges, de ommolni, tehát nyugodtan bekerestek ilyen tibeti hangtálazzenéket, és nyugodtan ommoljatok rá, tényleg jót tesz. Én már nem kötelező, de jót tesz a léleknek. A pajzsmirigy, önmegvalósítás, igaz szó. Oxi. Akkor minden, amit a pajzsmirigy irányít és felügyel. Jó, oké, lesz majd erről egy videó. Csak most nem akarom itt nagyon elhúzni a rétes tésztát. Köszi, hogy itt voltatok. Vagy nézzétek még tovább. Na igen, kup is még, tudom. Ezzel a placcal még mindig nem vagyok kibékülve, mert így nagyon zsúfol, de meg lesz a helye. Ha más nem, akkor majd itt az ágy mellett itt lesz egy kis hely, nem tudom mennyire látszik, lehet, hogy oda lesz majd valahogy felsorakoztatva, vagy veszek ide egy kis polcot. Az is elképzelhető. De így legalább teljesen látszik ez a falu, ezt is lehet dekorálni, de pszt. Mert valahol a Pepkobu még vettem ilyen csillagokat, ha megtalálom majd, ilyen csillagokat, és akkor oda lenne majd. Szerintem szép lesz. Nekem a szekrény tetszik így ellalakba. Felül vannak a dobozban, tényleg olyanok vannak, amiket nem baj, hogy nem veszek elő. Jól van. Már akkor szeretném beköszönni, ha viszonylag elfogadó rend lesz itt. De nagyon sok mindenem van. Ebbe pakoltam bele a táskám tartalmát például. Wow! Itt meg a sminkes cuccok, meg minden. Hát érdekes lesz a kamera állás, de nem tudom sehol se kitenni az állványt. Nagyon régi rajzaim. Nekik is lesz végül hely, egyelőre leálltam ide az ágyhoz, mert nem tudom, hogy hova tegyem. Akkor itt pólók vannak, dögivel. Ők a feleszennyes egyébként, akkor mellénke van itt, meg még mutatom. Most, hogy jobban hozzáférek az ágyhoz, azt arra fogok pakolni, és onnan szelektálok tovább. Maszk. Kártyák. Mi jó, hogy ránéztem, mert én nem örülnék, ha kallódnának. Kis táskám. Akkor ugye a sapim. Sapkákat úgy fogom kitalálni, hogy szatyorról, és úgy fogom felakasztani a szekrénybe, és akkor nem kallódik, és akkor mindig megtalálom őket. Egy csomó törülköző. Hova tegyem? Megy a kupacba.
könyv. Áldozatok a könyvtárban, szerintem ez is megtartós lesz. Mert az ilyen krimiket viszont szeretem, azt nem fogom továbbadni. Csak aki olvastam. De mivel nem volt időm, így nem olvastam el. Még az ágyon káosz van, majd azt mutatom, mert tök kész. De ezt most miért? Itt vagyok szinte a végébe. Szinte mindennel kész vagyok, erre nem kiborul. Hogy a jó Isten! Ó, baszka meg, pedig már kész lett volna az ágy, és meg minden, ezt erre elmiszem el. Jó, majd túl nem tökéletes, tudom. De, ami belül van, az jó lett, azt gondolom. Tadám, láthatjátok teljes szépségében. Itt vannak azok a cuccok, amik egyszerűen akkor férnének el, hogyha sokkal nagyobb lenne a lakásunk, de egyiktől se akarok megválni, és nagyon sok mindent kiszelektáltam. Két zsák könyvet. Még pár ruhát. Jó. Ugye ez itt nem változott semmit, de a hangulata az mégis más, hogy ide került át a fiók. Éli szekrény, mi ez? Egy kis szekrény. Íróasztal. Nem tudok beszélni, fáradt vagyok, gyerekek. Itt van a gitárom, és akkor a szekrény sort L-alakban oldottam meg. Felül vannak azok a dolgok, ugye, amiket ritkábban használunk. Szerintem így hangulatosabb, mert akkor, ha bejövök ide az ágyhoz, akkor így több helyen van. Ide már is le tudtam tenni például füzeteket. Ugyanúgy vannak a virágok, ugye a konvektor kibírom használni. Itt van ugye a kis lámpa. És akkor így már a függönyöm, leplem is ilyen szép, nem dolg bele semmi zavaróan. Ennek funkciója lesz, erre fogok majd akaszgatni dolgokat, de még nem tudom, hogy mit. És akkor itt lett a kis sarokolva, azok a dolgok kerültek, például lepedők, stb. Amiket ritkán használok, meg a sapkáim. Itt meg ugye így van az ágy, és akkor ugye fejem felett van ez a díszítés, úgymond. Az íróasztal még picit kupis, tudom, de mint mondtam, nem igazán fér el máshová. Édességes hely. Nekem sokkal jobban tetszik, mint volt, megmondom őszintén. Sokkal otthonosabb. Sokkal jobban áll neki a zsúfoltság, hogy egy helyen van a zsúfolat. Nem tudom. Várom, hogy mikor lesz megint kupis. Isten ments, de hogy várom. Örülök, hogy megcsináltam. És egyedül. Ja. Fotózni is sokkal jobb lesz itt, hiszen sokkal jobban rááll az ember szeme. Jó, kiköszönök. Sokkal jobb a háttér is szerintem. Nekem nagyon tetszik. Tipikusan olyasmi szoba lett, amit ugye nagyon sokáig nézegettem egyébként ilyen Pinterest. Ja, Pinterestem. Hasonlít arra, amit ugye régen is akartam. 16 kívánságban, 20 éves koromra meglett álmaim szobája. Csak nem ebben a lakásban akarom ezt az álmaim szobáját, de ezzel is be lehet vonzani végül is, hogy itt elkezdtem. Nekem tetszik. Remélem, hogy nektek is tetszik. Írjátok meg kommentbe, hogy jó lett-e. És igazából tényleg igaz a mondás, hogy ez a kényszerhelyzetek tényleg rávezetnek olyan megoldásokra, amik lehet, hogy nem itt állnak eszetekbe, hogy mondjuk egy tágas lakásban laknátok. Még ez is tágos lehetne, ha nem lenne ennyi cuccunk. De legalább akinek hasonló problémája van, hogy viszonylag kisebb a lakása, így tud ötleteket meríteni tőlem, hogy én hogyan oldottam meg, hogyan pakoltam így össze, hogy például dobozolok, vagy a szekrénytetőre rakom, vagy akkor több ilyen kis szekrényt beszerzek. Jó megoldás egynek, nyilván pokolósabb, hogyha össze kell, amikor keresel, vagy valami, de jobb, szerintem jobb. Átláthatóbb is, ha mondjuk szeretsz rendszerezni. De kislakásból is meg lehet úgy oldani, hogy tényleg tök jól nézzen ki, hangulatos legyen, elférjen benne minden. Rákényszerültem, hú, de fáradt fejem van. Mondjuk nem csodálom, egész nap pakoltam meg, oly. Mindegy, vállaljuk magunkat. Köszi, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó.
Én élveztem elkészíteni, még ha ilyen hullafáradt is vagyok. Köszönöm, hogy itt voltatok, hatalmas nyaralés nektek. Szeretlek titeket. Sziasztok, találkozunk a következő videóban.